képviselőcsapat részéről a Nemzeti Konzultáció aktualitása címmel. Alelnök úr, Önné a szó. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr, kedves képviselőtársaim! Az Izrael ellen október 7-én elkövetett véres terrorcselekmények és az azt követő konfliktusok rávilágítottak arra, hogy a közel-keleti térségből és Észak-Afrikából évek óta milliószámra kontroll nélkül érkező migránsok saját törzsi jellegű konfliktusaikat is exportálják Európába. Az elmúlt hetekben szinte naponta kaphattunk hírt arról, hogy az Európába bevándorlók tömegei ünneplik a közel-keleti terrortámadásokat, így a Brüsszel által ösztönzött bevándorlás mára már Európa létét is fenyegeti. Mi magyarok a kezdetektől nem csak tudtuk, hanem 2015 májusában a Nemzeti Konzultáció segítségével el is mondtuk, hogy az ellenőrizetlen bevándorlás nem vezethet semmi jóra, és Brüsszel politikája helytelen, amin változtatni kell. A Nyugat-Európában már korábban bekövetkezett súlyosan erőszakos cselekmények, zavargások, és a jelenlegi folyamatok sem kényszerítik azonban Európa vezetését változtatásra. Brüsszel továbbra is azon dolgozik, hogy kvótákkal és egyéb adminisztratív intézkedésekkel a migránsok befogadására és déli határzárunk megszüntetésére kényszerítsen bennünket, miközben a déli határunk túloldalán már a szélsőséges tálibok szervezik és irányítják Európa létét veszélyeztető migrációt. A 2015-ös nemzeti konzultáció eredménye szerencsére kellően erős felhatalmazást adott a kormánynak a brüsszeli tárgyalások és a hazai jogalkotás során egyaránt. Így születhetett meg az a hármas fizikai, élőerős és jogi határvédelmi rendszer, melynek köszönhetően nekünk, magyaroknak nem kell állandó félelemben élnünk. Most ismét rendkívül fontos, hogy minél többen elmondják véleményüket a nemzeti konzultáció során, és így a gazdasági kérdések, valamint Ukrajna katonai támogatása és Európai Uniós csatlakozása mellett a kormány erős felhatalmazást kapjon. Az egyre kritikusabbá váló migrációs válsághelyzet ugyanis arra is rávilágított, hogy új alapokra kell helyeznünk hazánk idegenrendészeti szabályait. A jelenleg hatályos törvény ugyanis 2006 végén még egy olyan korszakban született, melyben a modernkor legsúlyosabb kihívását jelentő állandósuló migrációs beáramlás és a párhuzamos társadalmak fogalma lényegében ismeretlenek voltak. A világ azonban megváltozott, tisztelt képviselőtársaim, és a magyar társadalomba való integrálás elősegítését előtérbe helyező korábbi koncepciókkal szemben ma már minden erőnkkel saját országunk lakosságának és területi épségének a megóvására kell törekednünk. És ezen elv mellén kell újra gondolnunk a külföldiek Magyarországra történő beutazásának és itt tartózkodásának, munkavállalásának szabályrendszerét is. Mindazoktól, akiket beengedünk, akiket befogadunk, értelemszerűen elvárjuk, hogy a Magyarországon hatályos törvényeket és közösségi együttélés általános szabályát magukra nézve kötelezőnek tekintsék és betartsák. Ez nem csak a magyar társadalom biztonsága, hanem Európa jövője szempontjából is döntő jelentőségű. Nem kétséges, hogy az ezzel kapcsolatos jogalkotásunkat az úgynevezett nyugati progresszívek és a hazai ellenzék részéről komoly támadás fogja majd érni, de mindenkit szeretnék emlékeztetni, hogy Magyarország szuverén állam, ezért maga határozza meg, hogy kiket enged be területére. Erről is döntenünk kell a soron következő nemzeti konzultáció alkalmával. Ezért is fontos, hogy minél többen elmondják véleményüket, és ez alapján egyértelművé váljon a magyarok akarata. A nemzeti konzultáció erőt ad, ezért arra kérünk mindenkit, hogy töltse ki a nemzeti konzultációs kérdőívet, és védjük meg együtt, közösen eredményeiket. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!